Hadi állapotra készül Ukrajna, behívják a tartalékosokat, egyre több a katonai jármű az ukrán-orosz határnál. Nyugati válaszlépések, újabb szankciók Oroszországgal szemben, nem lesz orosz-amerikai külügyi csúcs. Hamarabb kapják meg a családi adóvisszatérítést, akik ezt a bevallásban kérik, egy hónap helyett két héten belül megjöhet a pénz. Jó napot kívánok, ez a Híradó délben, itt az M1-en és a Dunán Józsanát vagyok. Katonákat és haditechnikai eszközöket küld a honvédség a keleti határhoz. A kormány szerint fel kell készülni minden helyzetre az ukrán-orosz konfliktus miatt. Az elsődleges cél, hogy ha esetleg tovább romlik a biztonsági helyzet a szomszédban, akkor se jöhessenek át fegyveres csoportok magyar területre. Emellett fel kell készülni egy Ukrajna felől érkező menekült hullámra is. A kormány szerint Magyarország része és részese a közös európai álláspontnak, és ahogy eddig sem, ezúttal se fogja megvétózni a keleti szankciókat. Magyarország része és részese az egységes európai válasznak, mint ahogy eddig sem vétóztuk meg a keleti szankciók ügyét, ezúttal sem fogjuk azt megvétózni. Magyarország, ahogy máskor, úgy most sem bontja meg az európai egységet. Erről beszélt Szijjártó Péter a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérről bejelentkezve, mielőtt magyar üzletember delegációval együtt Egyiptomba és Bahreinbe utazott. A külügyminiszter azt mondta, az elmúlt napokban olyan irányt vettek a fejlemények, amelyek ellentétesek Magyarország, Közép-Európa, sőt egész Európa biztonsági érdekeivel. Szólt arról is, hogy a biztonsági helyzet romlásával párhuzamosan komoly dezinformációs és álhírkampány is zajlik. Hangsúlyozta, álhírek és hazugságok jelentek meg Magyarország álláspontjával kapcsolatban. Mi magyarok, közép-európaiak és európaiak a béke fenntartásában és az esetleges háború elkerülésében vagyunk érdekeltek. Magyarország álláspontja egyértelmű, támogatjuk Ukrajna szuverenitását és területi integritását, mint ahogy mindig is tettük, és nem bontjuk meg az európai egységet a válasz tekintetében, mint ahogy sohasem tettük. Közölte. Ma összeülnek az állandó képviselők Brüsszelben annak érdekében, hogy délutánra jogilag is létező formában jöjjenek létre azok a szankciós intézkedések, amelyek az Európai Unió egységes válaszát jelentik az elmúlt napok kelet-európai fejleményére. Hozzátette, mindaddig, amíg a párbeszéd utolsó csatornája be nem zárul, bízik abban, hogy létrejöhet a békés megoldás. Magyarországnak és a magyar honvédségnek minden esetőségre fel kell készülni. Magyarország együtt az Európai Unióval, együtt a NATO-val elkötelezett, hogy Európában béke és biztonság legyen. Ugyanakkor a magyar honvédség hivatott garantálni az ország védelmét és biztonságát, jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter az M1-en. Ha eszkalálódik, tovább bonyolódik a helyzet és háborús körülmények alakulnak ki Ukrajna más területén is, a nyugati térségre gondolok, akkor nem engedhetjük meg azt, hogy Magyarország területére ezek a fegyveres küzdelmek átsodródjanak, és ha Ukrajnából pedig menekültek érkeznének Magyarországra, az ő befogadásukat, az ő érkezésüket egyrészt biztosítani kell, másrészt pedig segíteni kell. Miniszter a keleti ország részbe vezényelt honvédségi erőkről szólva hangsúlyozta, azok feladata lesz, hogy szárazföldön és a levegőben is biztosítsák Magyarország határát. Ukrajna már a hadi állapotra készül, behívják a tartalékosokat a hadseregbe. Arról egyelőre nincsenek megbízható információk, hogy az orosz hadsereg békefenntartói bevonultak-e a Donyecki, illetve a Luhanszki népköztársaság területére, amelynek függetlenségét Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn ismerte el. Szemtanúk csapatmozgásokról számoltak be, de hírügynökségek azt valószínűsítik, hogy a térségben a szakadárok rendezik át az állásaikat. Lövések hallatszottak kedden a Luhanszki régió ukrán ellenőrzés alatt álló területein. A frontvonalnál fekvő Stanicia Luhanszkában rakéta csapódott be egy erőműbe. Ugyanebben a városban néhány napja nehéz tüzérségi lövedékek csapódtak be egy óvodába és egy vasútállomásba is. A helyiek azóta egyre többször mennek az óvóhelyekre. Találat ért ennek a háznak a tetejét is. Az emberek lerohantak az óvóhelyre. Vannak, akik már 2-3 napja lent vannak. Mit lehet itt mondani? Teljes katasztrófa, mondja egy férfi. Aki teheti, elhagyja a térséget.
Stanicja Luhanszkában van az egyetlen átkelőhely Luhanszk megyében, a szakadár és az ukrán ellenőrzésű területek között. Sokan mennek Ukrajna irányába, bőröndökkel kelnek át a határon. Nem érzem magam biztonságban, rossz előérzetem van, ez nagyon nehéz, mondja egy nő. Donyeckben, a Donyecki Népköztársaság székhelyén eközben egész más a hangulat. Az ott élők optimistán fogadták a két népköztársaság szuverenitásának elismerését, illetve azt, hogy Vlagyimir Putyin bejelentette, orosz békefenntartók érkeznek a térségbe. Radikális változásokra számítok az élet minden területén. Talán végre béke lesz, nem lesz több lövöldözés, ez nagyon fontos, mondja egy nő. A helyi vezetés szerint az orosz hadsereg már a térségben van. Az orosz hadsereg átlépte a Donyecki és a Luhanszki népköztársaság határát, és elfoglalták állásaikat a köztársaság nyugati és északi részén, mondta Donyecki népköztársaság tanácsának tagja. Ezt az értesülést azonban egyelőre nem erősítették meg más források. Szemtanúk ugyan nagy létszámú hadoszlop mozgásáról számoltak be, de nem egyértelmű, hogy ezek orosz járművek vagy a szakadároké. Az orosz külügyminiszter ugyanis kedden azt mondta, egyelőre senki sehova nem tervez katonákat küldeni. A műhold felvételek is azt támasztják alá, hogy az orosz hadsereg egyelőre még mindig csak csapatösszevonást tart Ukrajna északkeleti határától 20 kilométerre. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök eközben kedden este bejelentette, hogy tartalékosokat hívnak be a hadseregbe. Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig arról beszélt, hogy Oroszország nehéz nemzetközi helyzettel néz szembe. Oroszország mindig nyitott a párbeszédre, és a válságok diplomáciai megoldására a legnehezebb kérdésekben is. Szeretném azonban megismételni, az orosz emberek biztonsága vitán felüli elsőbséget élvez minden felett, fogalmazott az orosz elnök. Vlagyimir Putyin az egyik legnagyobb veszélynek a NATO katonai aktivitását nevezte. Az orosz elnök úgy fogalmazott, biztosabban, hogy az orosz hadsereg meg tudja védeni a nemzet érdekeit. Kievben van az M1 tudósítója, Kádebrecen Mihály, szervusz. Tehát megkezdődött a tartalékosok behívása, ez a gyakorlatban mit jelent? Köszöntöm a nézőket. Ugye Zelenszky elnök tegnap este jelentette be azt, hogy el fog kezdődni a tartalékosok behívása. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy azok, akik korábban már szolgáltak tisztként, altisztként, vagy pedig szerződéses katonaként az ukrán hadseregbe, azokat behívhatják, illetve be is fogják hívni, és hát az is nagyon fontos, hogy itt most nem általános mozgósításról van szó, hanem az említett tartalékos állománynak a behívásáról. Őket a saját szakterületükre hívhatják be, tehát hogyha valaki korábban sofőr volt a hadseregben, vagy éppen autószerelő, akkor ugyanahhoz az egységhez fog kerülni, és abban a szakmában fog szolgálni továbbra is, és ugyanúgy meg fogja kapni a polgári fizetését erre az időszakra. Egyébként ez az időszak egy év lehet, tehát maximálisan egy évre hívhatják be őket. Közben egyébként az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács bejelentette, hogy a parlament elé terjesztik a rendkívüli állapotot, amit 30 napra szeretnének bevezetni az országban, és minden régióban más-más szabályozás lépne életbe. Mit tapasztalsz egyébként, mennyire feszült a hangulat a városban? Azt kell, hogy mondjam, hogy Kijevben nyugalom van, nincs egyáltalán pánik. Rengeteg emberrel beszélgettünk, amióta itt vagyunk. Találkoztunk magyarokkal is, a magyarok is azt mondják, hogy hál' Istennek nincsenek kétségbeesve. Beszélgettünk itt ukránokkal a kijevi főtéren, itt a Mihály Székesegyház előtt például imádkozott egy csoport azért, hogy Ukrajnában béke legyen, és ők is azt mondták, hogy remélik, hogy nem fog komolyabb baj történni. Egyébként a kijeviek tartják a kapcsolatot a Kelet-Ukrajnában élő barátaikkal, rokonaikkal, és hát folyamatosan beszélnek a háborúról velük. Pontosabban arról, hogy ne legyen háború. Kádebreceni Mihálynak köszönjük szépen. Számos ország jelentett be szankciókat, miután Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy katonákat küld a kelet-ukrajnai szakadár területekre, többségében az orosz pénzintézeteket korlátozzák a nyugati országok. Számos orosz milliárdossal szemben pedig beutazási tilalmat rendeltek el a szankciók miatt, valószínűleg a Bajnokok Ligája döntőjét sem tarthatják meg a tervezett helyszínen Szentpéterváron.
Állítsák meg a háborút. Ezt követelték tüntetők kedden a berlini orosz nagykövetség épület előtt, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök elismerte a kelet-ukrajnai szeparatista régiók függetlenségét, és elrendelte, hogy orosz fegyveres erők biztosítsák a békét a területen. Volt olyan demonstráló, aki azonnali szankciókat követelt, a német kormány pedig hamarosan be is jelentette, hogy felfüggeszti az oroszokkal közösen épített északi áramlat 2 gázvezeték üzembehelyezését. Közben a nyugati politikusok kivétel nélkül elítélték Vlagyimir Putyin döntését, amely szerintük sérti a nemzetközi jogot. Oroszország azon döntése, hogy elismeri az ukrán Donyecki és Luhanszki régiókat, törvénytelen és teljességgel elfogadhatatlan. Ugyanez igaz arra is, hogy csapatokat küldenek ezekbe a régiókba. Ezt nem tudjuk elfogadni. Ez a döntés sérti Ukrajna területi integritását és szuverenitását. Oroszország nem tartja tiszteletben nemzetközi kötelezettségeit, és megsérti a nemzetközi jog egyik alapelvét, nyilatkozta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, miután döntés született az uniós szankciókról. Ugyanis mind a 27 tagország egyetért abban, hogy megbüntessék azokat, akik részesei voltak az orosz lépésnek. Az intézkedések például olyan bankokat céloznak, amelyek az orosz hadsereg pénzügyi hátterét biztosítják. Továbbá az orosz állam nem férhetne hozzá az uniós pénzügyi és tőkepiacokhoz, valamint szolgáltatásokhoz. Emellett meg akarják nehezíteni az orosz állam anyagi fenntartását is. Közben az Európai Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy új helyszínt keres a Bajnokok Ligája döntőjének, amelyet eredetileg május 28-án Szentpéterváron játszottak volna. A helyszínváltást Boris Johnson brit miniszterelnök kezdeményezte, mivel szerinte ebben a kritikus pillanatban fontos, hogy Vlagyimir Putyin elnök megértse, amit csinál, az katasztrófát jelent Oroszország számára. A londoni kormány szintén szankciókról döntött, befagyasztják 5 bank Nagy-Britanniában lévő tartalékait, 3 orosz milliárdost pedig beutazási tilalommal sújtanak. Kanada 2 orosz bankkal és a szakadár régiók elismerését megszavazó parlamenti képviselőkkel szemben hozott korlátozásokat, emellett hasonló intézkedésekről döntött Ausztrália és Japán is. Az Egyesült Államok elnöke szintén az orosz bankok és oligarchák ellen rendelte pénzügyi szankciókat. Teljes kizáró szankciók alá vonunk 2 nagy orosz pénzintézetet, a Külkereskedelmi Bankot és a Védelmi Ipar Főbankját. Átfogó intézkedéseket vezetünk be Oroszország államadóssága ellen. Ez azt jelenti, hogy elzárjuk az orosz kormányt a nyugati finanszírozástól, nem tud többé pénzt szerezni nyugatról, és nem kereskedhet új adóságaival sem az amerikai, sem az európai piacon, fogalmazott Joe Biden. Kedden az amerikai külügyminiszter ukrán kollégájával egyeztetett a válságról. Közös sajtótájékoztatójukon Antony Blinken arról beszélt, hogy a mostani helyzetben nincs értelme találkozni az orosz külügyi tárca vezetőjével. Szergej Lavrovval eredetileg csütörtökön egyeztettek volna Genfben. A washingtoni Fehérház pedig azt közölte, hogy Joe Biden és Vlagyimir Putyin szervezés alatt álló találkozója egyelőre biztosan nem lehetséges. Márki-Zay Péter magyar katonákat és fegyvereket küldene Ukrajnába, erről ír az Origo. A baloldal miniszterelnök jelöltje tegnap egy tévéinterjúban megerősítette, akár fegyverekkel is támogatni kell Ukrajnát, ha a helyzet úgy adja. Az Origo szerint a baloldal terve nem más, mint magyar fegyvereket és magyar katonákat küldeni Ukrajnába, miközben még az Egyesült Államok sem küldene katonákat a válságövezetbe. Akár katonait is. Akár magyar katonákat is kész Ukrajnába küldeni egy lehetséges fegyveres konfliktus esetén. Márki-Zay Péter ezt a Partizán műsorában jelentette ki. Hogyha kirobban a konfliktus, segíteni őket annak a kezelésében. A baloldal közös miniszterelnök jelöltjét arról kérdezték, mit tenne, ha ő lenne a miniszterelnök, Oroszország és Ukrajna között pedig a tetlegességig fajulna az ellentét. Minden módon, amit a NATO eldönt, azon belül a szövetség keretein belül mindenféle segítséget és támogatást megadhat Ukrajnának. Akár katonait is. Hát, hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is. A magyar katonák háborúba indítására kedden is utalt a baloldal jelöltje. Márki-Zay Péter az ATV műsorvezetőjének kérdésére is azt hangoztatta, bármit megtenne, amit a Nemzetközi Szövetség elvár. Ha önön múlna, adna fegyvereket Ukrajnának? Márki-Zay Péter azt mondta, katonákon kívül például fegyvereket is küldene Ukrajnába. Tehát amit a NATO tesz, azt kell tennie a magyar kormánynak is ebben az esetben. Pontosan, azt kell, abszolút, a NATO közös döntését kell végrehajtsa Magyarország is. Tehát, hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk. Az orosz-ukrán konfliktusban való aktív részvételben egyetértés lehet a baloldalon. Február elején a 6 párti koalícióban résztvevő Momentum volt elnöke is erről írt. Fekete Győr András egy a Magyar Hangon közzétett publicisztikában úgy fogalmazott, elrettentés politikára van szükség. Hozzátette, hogy szerinte fegyvereket is fel kell ajánlani az ukrán kormány számára.
Nagyon kevés ország ad fegyvereket Ukrajnának, még Németország sem. A baloldali nyilatkozatok kapcsán ezt írja az Origo. A portál rámutat, katonákat még az Egyesült Államok sem küldene Ukrajnába, Márki-Zay Péter viszont magyar katonákat küldene háborúzni. Akár katonait is, de... Az Origo hozzáteszi, az a baloldali terv, amit Márki-Zay Péter követel, nem más, mint magyar fegyvereket és magyar katonákat Ukrajnába küldeni, harcolni és akár meghalni egy háborúban. A baloldal elítéli az Ukrajna elleni nyílt orosz katonai agressziót, és kiáll Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett áll a baloldali pártok közleményében. Azt írták, a baloldal kifejezi azt az igényét, hogy Magyarország szövetségesei, mint a NATO és az Európai Unió tagállamai a legteljesebb egységet demonstrálva álljanak ki Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett, és a szükséges intézkedéseket tegyék meg a béke és minden európai ország területi integritásának a védelme érdekében. Korábban kaphatják meg az adó visszatérítést azok a családok, amelyek ezt az adóbevallásukban igénylik, jelentette be a pénzügyminiszter. Varga Mihály elmondta, az adóbevallások beérkezését követő 30 napos határidő helyett 2 héten belül megérkezhet a pénz. Ez főként az egyéni vállalkozókat, az őstermelőket érinti, és azokat, akik a határidőig nem adták le a nyilatkozatukat. A gyermeket nevelő szülők már több mint 610 milliárd forintot kaptak készhez a családi adó visszatérítéssel. Azzal számolunk, hogy az adóbevallásokban érvényesített visszatérítéssel ez az összeg több 10 milliárd forinttal emelkedhet. A magyar gazdaság teljesítménye lehetővé teszi a kifizetéseket. A tavalyi volt az elmúlt 30 év legnagyobb gazdasági növekedése, amely egyben az első az uniós rangsorban, és idén is jóval 5% feletti bővülésre számítunk. Tovább nőtt az átlagkereset a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint. Decemberben ugyanis 9,7%-kal volt magasabb az egy évvel korábbihoz képest. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár az M1-en elmondta, hogy ez a növekedés a versenyszférában és a közszférában is hasonló mértékű volt. Az ágazatok közül pedig leginkább a feldolgozó és az építőipart érintette. Két nagyon fontos dologra hívnám fel a figyelmet, ami a mostani adatokból is látszik. Az egyik az az, hogy egyértelműen sikeres volt a munkahelyvédelmi, illetve a munkahelyteremtő program az elmúlt időszakban, a járvány időszakában, és hát az is látszik, hogy egy munkaadóbarát, munkavállalóbarát adópolitika van Magyarországon. Továbbra is leszálló ágban van a járvány itthon, több mint 6200 új fertőzöttet találtak, ez nagyjából harmadával kevesebb, mint egy hete. Kevesebben vannak kórházban és lélegeztetőgépen is, mint egy nappal korábban. 132 beteg viszont elhunyt a koronavírus szövődményei miatt. Kicsivel több mint 6.390.000 kaptak már oltást, csak nem 6.160.000 a második, mint egy 3.800.000 pedig a harmadik dózison is túl vannak. Csütörtökön, pénteken és szombaton újabb oltási akció lesz, országszerte több mint 200 helyen lehet előzetes regisztráció nélkül kérni a vakcinát. Ausztriában enyhítettek a járványügyi korlátozásokon, a 3G szabály lépett érvénybe, amely szerint egy friss negatív teszttel be lehet lépni az országba, illetve igénybe lehet venni a szolgáltatásokat. Március 5-től pedig minden óvintézkedés megszűnik. Ciráki Viktória Kismartonból jelentkezett. A kormány úgy ítélte meg, hogy az Omikronnak az enyhébb lefolyása, illetve az egyre növekvő átoltottság most már elég ahhoz, hogy a kórházakon csökkenjen a nyomás, és ez indokolttá tette azt, hogy életbe léptessék fokozatosan ezeket az enyhítéseket. Szlovéniában a maszkviselési kötelezettségen kívül szinte minden járványügyi korlátozást felfüggesztettek. A szakemberek szerint bár ez némileg megtörheti a járvány lassulását, de emelkedni már nem fog a járvány görbe. Lendváról Magyar Lovrics Mirjanát kapcsoltuk. Többé nem kérik a védettségi igazolványt vagy a negatív tesztet az üzletekben, postákon, bankokban, benzinkutakon, éttermekben, a tömegközlekedésen, egészségházakban nincs többi létszámkorlátozás, és a vendéglátóhelyek nyitvatartási idejét sem korlátozzák. Az enyhítésekkel egy időben Szlovénia megszüntette az ingyenes gyors tesztelést is, így azok, akik például külföldre szeretnétek utazni, és nincs védettségi igazolásuk, a tesztet önköltségesen kell, hogy elvégezzék.
Szerbiában szinte teljesen leállt az oltakozás. Vakcinából ugyan van elegendő, de sokan nem hajlandóak felvenni a koronavírus elleni oltást. Szakemberek szerint az alacsony átoltottság miatt jelentősen elhúzódhat a járvány, és más országokhoz képest csak később törölhetők el a korlátozások. Szabadkáról Mészáros György tudósított. A nagykorú lakosság körülbelül 59%-a kapta meg valamelyik védőoltás mindkét adagját, ami alacsony átoltottságnak számít, így továbbra sem tud jelentősen csökkenni a fertőzöttek, illetve a halálos áldozatok száma. Továbbra is az Omikron vírusvariáns a domináns Szerbiában, és sajnos nem mindenkinél okoz enyhe tüneteket. Továbbra is nagy a nyomás a déli határon, idén már 21 ezernél is több illegális határátlépőt fogtak el, 81 ember csempész ellen pedig eljárás indult. A határ túloldalán közben egyre elviselhetetlenebb az élet a feltorlódott migránsok miatt. Csapatokba verődve járják az utcákat a migránsok a Belgrád melletti Obrenovacban. A befogadó táborban élnek, ahonnan szabadon kijárhatnak. A helyiek félnek tőlük. Este felé nem merjük egyedül kiengedni a gyerekeinket, mert 10-20-as csoportokban sétálgatnak. Nem kötelesek visszamenni este 10 órakor a befogadó központba, pedig az jó lenne. Egész éjszaka közlekednek az utcákon, hangoskodnak, isznak, meséli egy ott élő. Ezt az üres gyárcsarnokot már teljesen elfoglalták az illegális bevándorlók, sokan ugyanis nem akarnak a hivatalos befogadó központba menni. A cél Nyugat-Európa, a már ott lévő családtagjaik támogatják őket anyagilag. Az embercsempészek a határon megmutatják nekünk, merre kell mennünk, átszöknünk, aztán pedig magunk folytatjuk az utat, ez a terv. 3000 eurót kell fizetni, hogy eljussunk Ausztriába, mondta ez az afgán férfi. Az itt élő migránsok feltehetőleg Törökországból vagy Görögországból Bulgárián keresztül jutottak el Szerbiába 3-4 ezer euróért. Még legalább ugyanennyi lesz a tarifa, amit ki kell fizetniük az embercsempészeknek. Nincsenek papírjaink, ezért nem tudunk legálisan próbálkozni. Illegálisan fogunk próbálkozni, mondta ez a férfi. A vajdasági Zomborra naponta érkeznek a migránsokkal teli buszok a déli területekről. A buszállomás környékén élők azt mondják, rémálommá váltak a mindennapjaik. Itt az egyik sarki házba be is törtek már, szemetet hagynak maguk után. Nem vagyunk biztonságban, éjjel-nappal jönnek az autóbuszokkal, a taxisok is hozzák viszik őket, nem érzem magam biztonságban, mesélte ez a nő. Komoly nyomás alatt van a magyar határ. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en arról beszélt, hogy a rendőrök és a polgárőrök mellett a honvédség is folyamatosan részt vesz a határvédelemben. Itt folytatott határőrizeti tevékenység, az a belső biztonságunk, Magyarország belbiztonságának a kulcsa, és a magyar emberek biztonságát kell, hogy garantálják ott a határon átlépő, ismeretlen identitású, ismeretlen célból érkező tömeges határsértéssel szembe. Idén már több mint 21 ezer illegális bevándorlót fogtak el, és 81 embercsempész ellen indult eljárás. Házkutatást tartanak a zuglói polgármesteri hivatalban, a zuglói parkolási cégnél és Zugló polgármesterének otthonában is, erről maga Horváth Csaba írt közösségi oldalán. A zuglói polgármester azt írta, az eljárás pontos okát egyelőre nem ismerik. Sajtóhírek szerint az ügyészség nyomozói vélhetően egy kiterjedt számlagyár ügyében kutakodnak. Az Amnesty International Magyarország volt igazgatója szerint a szervezet a baloldal részeként viselkedik. Jenei Orsoly azt mondta, hogy az irányítása alatt megpróbálták politikai szerepbe kényszeríteni a szervezetet, és ennek nem is mindig tudott ellenállni. A szóban forgó beszélgetés része annak a hatalmas dokumentum halmaznak, amelyről a Magyar Nemzet cikksorozatban számol be. Az eddigi írásokból egyértelműen kiderült, hogy hogyan festenek torz képet Magyarországról az NGO-k a tájékozatlan külföldi újságírók befolyásolásával. Újabb leleplező videóinterjút közölt a Magyar Nemzet. Ezúttal a Soros György fontos szövetségesének számító, Amnesty International Magyarország korábbi igazgatója vallotta a Magyarországot lejárató gépezet működéséről. Azt mondja, hogy belülről átpolitizált az Amnesty International? Hangzik el a kérdés, és jön rá a válasz. Igen, sokkal inkább az ellenzék részévé vált. Jenei Orsolya elismerte, hogy a szervezet a baloldali ellenzék részeként viselkedik. Állítása szerint erős belső nyomást kaptak, hogyha kell, indokolatlanul is bírálják a kormányt.
Egyszer azt a jelzést kaptuk belülről, hogy sokkal hangosabbak legyünk Orbán ellen, közölte Jenei Orsolya és hozzáteszi, ez a kérés túlment az Amnesty keretein. Azt is felidézte, hogy a migrációról szóló népszavazás előtt más szervezetekkel együtt arra buzdították az embereket, hogy ne menjenek el szavazni. Sok szervezet bojkottálni próbált, arra próbálták rávenni az embereket, hogy ne menjenek el szavazni, fogalmazott Jenei Orsolya. A Magyar Nemzet néhány napja arról írt, hogy non-profit szervezeteket is, mint például az újságok és a hírkiadók részben a Soros Alapítvány finanszíroz, és a rendszer ezernyi médium mellett olyan orgánumokat kapcsol össze, mint a The Financial Times, a The Economist, a The New York Times, a Die Welt vagy a La Repubblica. A vezető elismerte, volt már rá példa, hogy az Európai Unión és az Európai Parlamenten keresztül gyakoroltak nyomást Magyarországra. Vannak alapítványok, például, mint a Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa, vagy számos egyéb szervezet, akik szintén nagyon aktívak Magyarországon. Úgyhogy igen, ez is a munkánk része, minket ezek az alapítványok finanszíroznak, többnyire globális és nemzetközi ügynökségek vagy alapítványok, fogalmazott a vezérigazgató, aki arról is beszélt, hogy a világ legnagyobb lapjának olvasói már megszokhatták, hogy Magyarország rendszeresen az újságírók célkeresztjébe kerül. Ez persze nem véletlen. A Magyarországról készített felméréseik azoknak az újságíróknak az asztalára kerülnek, akik nem, vagy alig ismerik hazánkat, és akik a cikkeikkel a közvéleményt és a politikusokat hangolják Budapest ellen. A Magyarországot célzó kettős mércéről a Soros Alapítvány egykori igazgatója is beszélt. Andrej Noszko elismerte, hogy a Magyarországot ért külföldi bírálatok mögött valójában politikai elfogultság van. Szerinte a balliberális elit mindent megtesz egy ország lejáratására, ha nem a nekik kedves politikai erő kormányozott, másokkal szemben viszont jóval elnézőbbek. Kísértetiesen hasonló kijelentéseket tett a Magyarországot rendszeresen bíráló, jelenleg Washingtonban élő szlovák kutató Dalibor Rohács is egy másik felvételen. Ha Orbán Viktort leváltanák és ismét a szocialisták kerülnének kormányra Magyarországon, Brüsszelben nagyon megkönnyebbülnének, fogalmazott egy másik videóban Dalibor Rohács, aki korábban az Európai Unióban és az Egyesült Államokban is szankciókat sürgetett hazánk ellen. Ő javasolta például a The Washington Post blogján, hogy fagyasszák be a Magyarországnak járó uniós kifizetéseket, most viszont azt részletezi, miért és hogyan támadják hazánkat. Szerinte, ha egy uniós tagállam azt csinálja, amit kérnek, akkor békén hagyják, de ha szembe megy Brüsszellel, akkor megbüntetik. Megújul a szlovák nemzetiségi általános iskola a Nógrád megyei Nézsán. A fejlesztés első üteme elkészült, az épület új szigetelést kapott. A beruházás csak nem 100 millió forinttal támogatja a kormány. Soltész Miklós arról beszélt, hogy 2010 óta meghatszorozódott a magyarországi szlovákok támogatása. Mindig is kiállunk a nemzetiségek mellett, magyarországi szlovákok mellett is, és nem fogjuk engedni, hogy bármilyen támadás érje romákat, németeket, vagy bárki más nemzetiségeket, akár szóban, akár fizikai tettegességet is nézzük. Nem szabad, hogy bárki azt a nagyszerű kapcsolatot, amely az együttélést jelenti, amely oly fontos Magyarország nemzetisége és magyar nemzet számára, hogy ez bárki is megrontsa. Megkezdődött a Fertődi Eszterházi kastély nyugati szárnyának felújítása. Az utolsó szakaszban a három szintből álló épületrészt újítják fel. A teljes beruházást a kormány több mint 2,5 milliárd forinttal támogatta. Az alapkő letételen György István területi közigazgatásért felelős államtitkár elmondta. A cél többek között, hogy a várok és kastélyok térsége kulturális és turisztikai központtá váljanak. A magyar kormány elkötelezett országépítő munkát folytat. A vár és kastély programban 18 kastély és 12 várnak a megújítása van folyamatban. Ezek közül néhányat már át is adtunk, és az elkövetkezendő időben, még az idei esztendőben is többet át fogunk adni. Ez mintegy 60 milliárd forintos fejlesztésből valósul meg. A véradás fontosságára hívta fel a figyelmet Herceg Anita, az Országos Civil Véradás Program egyik fővárosi helyszínén. Az államfő felesége azt mondta, évről évre egyre többen vesznek részt az eseményen. Hozzátette, most is szükség van a segítségre, a helyszínekről és az időpontokról az ovs.hu weboldalon lehet tájékozódni.
Nekünk csak egy fél óra az életünkből alkalmanként, másoknak azonban a gyógyulást, sok esetben az egészséget, az életet jelentheti. Nagyon fontos ez különösen most a COVID, remélem COVID utáni időkben, hiszen nagyon sok műtétet halasztottak el, és a vérkészítményekre kiemelten szükség van. Idén is folytatódik az aktív települések program, 2022-ben több mint 1 milliárd forintos támogatást nyújt a kormány bicikliutak, futópályák vagy éppen más extrém sportágak pályáinak építésére. A megvalósuló létesítmény építésének a felét fedezi a támogatás, így összesen 2,5 milliárd forintért jöhetnek létre az új sporttelepek. Már nem kell sokat várni Demjénben, hogy átadják a Via Ferratát a hegyi utak kedvelőinek. Az aktív települések program keretében megvalósított vasaltút az egész régiónak meghatározó attrakciója lehet. Az aktív Magyarország pályázatból sikerült megvalósítani, 25 millió forintot nyertünk rá, és tavaly évben sikerült megvalósítani, de sajnos csak ebbe az évbe tudjuk átadni, de nagyon örülünk, és úgy gondoljuk, hogy a település számára egy nagyon fontos dolog, hogy ilyen csuda dolog megvalósulhatott a településen. Bringa Park, futópálya és az extrém sportok kedvelőinek gördeszka, BMX és rollerpálya. Néhány azok közül a sportlétesítmények közül, amelyek eddig épültek az aktív települések program keretében. Átadtak több mint 40 mászótermet és mászófalat, 12 megyeszékhelyen biciklis parkokat és 20 futópályát is. Idén is folytatódik a program több mint 1 milliárd forintos keretösszeggel. A fejlesztésekhez 50%-os arányban igényelhető a támogatás, a másik felét az önkormányzatok finanszírozzák. Ha összeszámoljuk, hogy mi adunk 1 milliárd 250 millió forintot, és még legalább ennyit hozzátesznek az önkormányzatok jelentkezők, akkor azt lehet mondani, hogy körülbelül 2,5 milliárd, illetve biztos, hogy nagyobb, mint 2,5 milliárd forint összegért épülnek a településeken olyan infrastruktúra elemek, amelyek segítik azt, hogy az emberek többet elmozogjanak. Révész Márius kormánybiztos úgy fogalmazott, bízik abban, hogy a program hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország egy jobb és élhetőbb országgá váljon, ahol az emberek többet mozognak.